Megyünk tovább. Egy fontos témával, a kismamák oltásával és a szoptatós anyukák oltásával. Van egy kolléganőnk, Török Réka, aki éppen várja az első kisbabáját. Szervusz, Réka! Köszönjük, hogy, fölkeltél miattunk. Szervusz, Réka! Na, mesélj nekünk, mik a legfrissebb hírek rólad és az oltásról? Várjál, de még mielőtt ez válaszolna, a Naplóban, ugye, amikor vasárnap bejelentkeztél a Schwabinál, akkor ugye azt mondtad, mert nem biztos, hogy jól emlékszem, de ugye, hogy a regisztrációd megtörtént, ugye? Igen. Tehát, hogy azon már túl vagy, de még nem mentél el oltatni magad. Most ugye mi van ma, szerda? Igen. Igen. Mi történt az elmúlt 3 napban? Ha kapom az oltást, sikerült ugyanis azóta elintézni, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Ugye vasárnapra az történt, ahogyan említetted, Robi, hogy megtörtént a regisztráció, de hétfőn reggel sikerült beszélni az orvosommal, illetve a házi orvosommal is, és akkor még úgy volt, hogy nekem kell időpontot kérni az oltópontokon, ugye 4 darab telefonszámot adtak meg. Na most én ezt elkezdtem őrülten hívogatni, körülbelül a 85. hívásra fel is vették, viszont onnantól kezdve nagyon gördülékenyen mentek a dolgok, mert hogy körülbelül 2 perc alatt kaptam időpontot mára, úgyhogy ma délután 2-kor beleszek oltva, és azóta egyébként már tegnap a házi orvosom is hívott, hogy ők is kaptak 6 darab Pfizer vakcinát, és ott is elkezdik oltani a kismamákat. Figyelj csak, Réka, bocsánat, hogy félbeszektelek, de neked nem fordult meg a fejedben, hogy odamész egyszerűen? Ugye a hétvégén láttuk, egy csomóan oda mentek oltópontokra, és iszonyat sorok alakultak itt, ezt nem akartad? Vagy nem mertél neki én indulni? Én nem akartam órákig, 8 hónapos terhesen órákig sorban állni, és kockáztatni azt, hogy mondjuk az utolsó előtti pillanatban esetleg elkapjam a fertőzést, én ezt nem akartam, úgyhogy én kivártam a sorom tulajdonképpen mennyit, 3 napot kellett 3 napot, és neked egyértelmű volt, hogy beadatod az oltást? Tehát kit kérdeztél meg? A házi orvosoddal beszéltél, vagy a nőgyógyászoddal? Nem, én a nőgyógyászommal beszéltem, illetve a kórháznak az infektológusával, és az ő ajánlásuk alapján abszolút arra a döntésre jutottam, hogy egyértelműen beadatom. Engem az győzött meg, hogy a kislányom is védett lesz nagy valószínűséggel, és ennél fontosabb nincs, mert így a nyarunk az sokkal, de sokkal nyugodtabb lesz, mint ahogyan elsőre futottunk volna neki. Bocsánat, hogy ezt kérdezem, biztos már mondtad a Naplóban is, de Pfizer, vagy mit kapnak a kismamák? Pfizer vagy Moderna. Pfizer, igen, vagy Moderna. És mi a protokoll egyébként? Beszéltetek arról az orvossal, hogy oké, most megkapod, ez lesz az első oltásod. Én nem is tudom, hogy mikorra vagy kiírva, tehát mikor érkezik a bébi. Igen, köszönjük. Akkor addig hogy mi lesz a másodikkal? A másodikat csak szülés után kaphatom meg, mégpedig azért nem azért, mert nagy kockázata lenne, ugyanis Amerikában és Nagy-Britanniában én úgy tudom, hogy mind a kettőt megkapják a kismamák szülés előtt, hogyha kérik, de Merkeli professzor mondta azt, hogy azért döntöttek úgy, hogy csak a szülés előtt csak egyet kapnak meg a kismamák, mert a második oltás után hevesebb reakciók jelentkezhetnek, és nem akarják kitenni a kismamákat egy esetleges láznak, vagy ilyeneknek, ami nyilván egy terhesség alatt nem túl jó. Úgyhogy én majd a szülést követő hetekben fogom megkapni a második oltást. Azt, amit szeretnénk megkérdezni tőled, bizonyos szempontból ugye mi szerencsések vagyunk, most értem azt, hogy akik itt a stúdióban, vagy ezt a munkát végzik, mint mi, egy csomó orvossal, szakemberrel tudunk mindig találkozni, információt kapni, kérni. Tehát te mit tapasztalsz egyébként, akár a munkád civil életed során, kismamák világában, kismamák körében, civil körben, milyen az oltási hajlandóság? Hát én most a kismamákról tudok nyilatkozni, mert nagyon sok kismamás csoportban benne vagyok, illetve a különböző kórházaknak is benne vagyok a kismamás csoportjaiban, és ott én azt láttam, hogy nagyon sokan, nagyon sok helyről szedik össze az információkat, és a közösségi oldalakon egymást próbálják kérdezni. Hát a kismamák oltásával kapcsolatban azért most van egy kis káosz, illetve a szoptatós kismamák tekintetében is, mert ők ugye az volt, hogy eddig oltják őket, most az van, hogy mégse, vagy majd csak később, úgyhogy a közösségi oldalakon próbálnak folyamatosan információt gyűjteni. Én is próbálom egyébként őket segíteni, hogy amit tudok, azt mindig beírom ezekbe a csoportokba, és akkor hát, ha tudok, és ennyivel is segíteni. Réka, ez most egy friss információ, hogy a szoptatós anyukákat mégsem oltják?
Mert az volt, hogy őket is oltják. Az volt, hogy őket is a kismamákkal párhuzamosan együtt oltják, de nagyon sok helyről azt az infót kaptam, illetve a kórházak oldalaira is ezt írják be, hogy tegnap voltak olyanok, akik megpróbáltak elmenni, úgyhogy megvolt az igazolásuk, de azt mondták, hogy őket majd a kismamák után oltják, úgyhogy kering minden a levegőben. Tulajdonképpen van olyan, aki elmegy, és szerencséje van, és pont beoltják, de én most olvastam olyanokat is, akik elmentek tegnap az oltópontokra, de nem oltották be őket, hanem előre vették a várandós nőket. Réka, köszönjük. Neked, hogy fölkeltél, pihenjél sokat, vigyázz magadra, nincs sok már hátra. Nehogy elkés, kettőkor. Köszönjük neked. Köszönöm szépen. Szia. Köszönjük, szia.